Mi az, amit folyamatosan csinálok, és mégsem vagyok benne jó? Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a mai alkalommal a fejlődés útján lévő témában a Pareto elvről, a 80-20-as szabályról szeretnék beszélni, de egy másik szemszögből. Alapból ugye azt mondja ki, hogy a okozatoknak a 80%-át az okok csupán 20%-a adja. De én most egy olyan 80-20-as elemzésről szeretnék beszélni, ami saját magunkra vonatkozik. Mi is a 80-20-as elemzés? Segít rávilágítani a stresszpontokra, a problémákra, amiket meg kell oldanunk, és hogy mire kell fókuszálnunk. Saját magunk megkérdőjelezése és gondolataink kétségbevonása az egyik legnehezebb készség, amit ki kell fejleszteni. A 80-20-as elemzésről először Tim Ferrisnek a Tools of Titans című könyvében hallottam, be is rakok egy linket, hogy meg tudjátok nézni, az angolul van. Teljesen magával varázsolt ez a gondolat, ez az elv. Lényegében itt kérdéseket kell magunknak feltenni, nézzük is meg, hogy mik a legfontosabbak. Álljunk meg egy pillanatra, mert fontos leszögezni, mielőtt feltesszük ezeket a kérdéseket, hogy nincsenek rossz válaszok. Ezeket fel kell tenni, és csupán csak azért szolgálnak, hogy egy tisztább képet kapjunk magunkról, önmagunkról és a körülöttünk lévő világról. Mi az a dolog, amit folyamatosan csinálok, de mégsem vagyok benne jó? Három dolgot tehetek. Fejleszem magam, vagy dobjam ki a fenébe, esetleg delegáljon valakinek, aki sokkal jobb benne, mint én. Ha valami nem megy nekünk könnyen, nem vagyunk benne jók, akkor csak akkor töltsünk vele időt, hogyha szeretnénk magunkat fejleszteni. Különben nincs értelme. Ha már előbb Tim Ferriszt említettem, nézzük meg a csávónak az életét. Az összes sikere, a nyerései mindig abból jöttek, hogy az erősségeire nagyított rá, és azokat fejlesztette, és nem pedig arra fókuszált, hogy a gyengeségei, béna dolgait egy picit jobbá faragja. Na most vegyünk engem gorcső alá. Hát saját magamon kiteszem itt, tessék, videóba, hogy hogy néz ki nálam a 80-20-as elemzés. Hát a hangulat és kedélyingadozásaim egyszerűen olyan teljesen benne vagyok egy ilyen óriás vasútban, ahol fent is vagyok, lent is vagyok, és ezt sokszor a környezetemen vezetem le, vagy pedig amit meg kéne csinálnom, egyszerűen nem végzem el, nem vagyok motivált, és ez egy olyan dolog, amit semmiféleképpen sem fogok abba hagyni, hiszen csinálni szeretnék dolgokat, nem is tudom átdelegálni, úgyhogy ebben pont fejlesztenem kell magamat, és úgy gondolom, hogy a megoldás az, hogyha valami nagyon nem megy, vagy valamiben nagyon idegesök, akkor azt kiengedem. Tehát elengedem, nem foglalkozom vele, megpróbálok egy másik perspektívát találni, és ilyenkor általában le is nyugszom, ami elég fontos, és mivel nem görcsölök valamin, megtalálok egy olyan szöget, ami motiváltá tesz. Például néhányal ezelőtti videóban beszéltem arról, hogy a felvételeket, amiket csináltam a K&S együttműködés elején, úgy, ahogy van, kitörlődött, és tudom, hogy az én hibám, mert három olyan pont is volt, amit én ott kiküszöbölhettem volna, de nem tettem. De valahogy ez a fú, de idegesség egy olyanra alakult át, amiből az lett, hogy brutál jó lett a második anyag, szerintem jobb is, mint az első, és minden kb. Két nap alatt megváltam, amire több hetem lett volna. Így kovácsoltam belőle erőt. Na ez a másik egy érdekes dolog, emberekkel kell kommunikálnunk. A teljesen logikátlan, számomra hülyének tűnő embereknek a kezelése és az életemben való elhelyezése. Na ez az a dolog, amit ki kell dobnom az életemből, meg kell szüntetnem. Angolul ugye úgy mondják, hogy don't give a f***. Tehát, hogy s***ni rá egyszerűen, engedjük meg magunknak azt a luxust az életünkbe, hogy olyan emberekkel találkozunk, akikkel egyszerűen nem jövünk ki, nem az én hibám, nem kell keresni, azt egyszerűen engedjük el. Én ezt egy alaptételnek vezettem be. Amikor úgy felb***szuk az agyunkat, és hát ez a következő dolog, amikor ideges leszek, feszült, nem tudok koncentrálni, és teljesen indokatlan, és néha nehezen veszek levegőt, érzem a szívembe, elmúltam 30, a családomban volt több infarktus, nem szabad, hogy itt too shall pass, és megint bejön a don't give a f***. Nem szabad vele foglalkozni, nem megy, de tudom, hogy tanulnom kell, és valak mindent megtenni ez érdekében, hogy ezt így kizárjam az életemből. Szószá. Vállalkozóként itt van a rengeteg adminisztrációs és monoton dolog, ami kötelező velejárója, hogyha ezt a pályát választjuk, de nekem egyáltalán nem megy ez a dolog.
viszont el kell végezni, úgyhogy a delegáció a legjobb megoldás erre. Ezen is dolgozom, egy olyan 80-90%-osan működik, és mivel egy 10-20%-os hibarát, tehát ez egy plusz tipp, úgyis bekalkulálok, tehát nem azt veszem, hogyha én ezt delegálom, akkor minden gyönyörű lesz és napfényes. Tudom, hogy fog jönni néhány probléma, és ezt a 10-20%-ot megorvosolom is. Follow-up-ok, tehát az emberekkel való kapcsolattartás, és ha valaki nem válaszol, akkor az után követés. Rengeteg emberrel kommunikálok, sok embert kell számon tartanom, és nincsen memóriám, ezért ez egy olyan dolog, amit fejlesztenem kell, de leginkább úgy, hogy automatizálni a dolgokat. Szerencsére már rengeteg olyan technológiai eszköz áll rendelkezésünkre, ami szól, hogyha valaki nem válaszolt e-mailünkre, vagy hogyha nem hívott vissza minket. Ilyen eszközök bevezetése és a napi rutinomba bevételének kell tekintenem, hogy mondjuk elmegy naponta 10-20 percem arra, hogy ezeket végignézem, és akiknek kell, megírom, hogy hello, nem válaszoltál, mi a helyzet. Szerintem ez a megoldás. Bevásárlás, a háztartás fenntartása, na ez az, amiben szerintem nem lennék rossz, de annyira nem érdekel, tökre nem foglalkozom azzal, hogy van-e otthon ásványvíz, vagy vettünk-e mosóport. Ez az, amit delegálok. Tehát mindent online megrendelek, jöjjön oda, ne kelljen elmennem vásárolni, és gyűjtjük egy ilyen listába azt, hogy mik azok a dolgok, amikre szükség van, és ezért nem kell kvázi úgy foglalkozni vele. Utazni imádok, de megszervezni és a részletekkel foglalkozni annál kevésbé. Ez tipikusan olyan dolog, amit lehet delegálni, vagy azoknak, akikkel utazunk, ha többen vagyunk, és valaki pont ezt a részét szereti, vagy még mindig vannak utazási irodák, és ezeket a részeket meg tudják nekünk oldani. Lassan talán odaérkezem az életembe, hogy el kell gondolkoznom azon, hogy néhány befektetést eszközöljek. Ezekre sosem fókuszáltam az életembe, de úgy gondolom, hogy egy fontos része, és valahol érdekel, és mindig csodáltam azokat, akik az életük ezen területét jól menedzselik, úgyhogy ezzel igenis foglalkozni szeretnék, és fejlődni fogok benne. Ez a következő vicces dolog, ugyanis nagyon sok mindent hagyok el, vagy felejtem el, hogy éppen hol hagytam. Erre azt a megoldást fogom választani, hogy delegálom, kaptam is ajándékba, illetve veszek ilyen kis trackereket, ezeket ilyen mini dolgoknak képzeljétek el, amit rá lehet rakni mondjuk a kulcsomódra, és az iPhone-od segítségével látni fogod, hogy éppen hol vannak. És az olvasás. Nem mondom azt, hogy problémáim vannak vele, de nagyon lassan olvasok, nem szeretek, monoton, de be kell tenni rutinba napi 10-20 oldalt, bárki el tud olvasni, te is, én is. Szakmai szinten blogposztok írása, videók forgatása, ugyanúgy talán, mint az előző tipnél, rutin kell, hogy legyen, fejleszteni kell, és hogyha többet olvasok, jobb lesz a megfogalmazásom is, ami lehet, hogy itt most nem jön ki, de ez segíthet hozzá, hogy rutinba vagyok, egyre többet csinálom, gyakorlat teszi az embert, ugye Gladwell mondja az 1000 órát, bele kell tenni, és remélhetőleg a videókon is látszik, hogy fejlődöm. Kutatás, sok iparági kutatást kell elvégezni, és a gondolatokat, az alapirányokat szeretem, de a részletekbe sokszor érzem úgy, hogy elveszek, ugyanúgy, mint ahogy az előző példában a blogposztoknak az írásának az ellenőrzésében is. Ezek elég könnyen delegálható folyamatok, ezt is fogom velük csinálni. Antilopra vadászok, vagy mezei egérre? Szóval antilopot, vagy földi egeret akarunk kergetni. Egy oroszlánnak antilopra van szüksége, ugyanis pontosan ugyanannyi energiába kerül egy antilopot, vagy pedig egy földi egeret levadászni. Viszont egy antilop, az tovább tart, több energiát fog adni. És hogyha mi oroszlánok vagyunk, akkor találjuk meg azt. Most találtam viszont egy nagyon jó spotot, figyeljetek. Szóval a kérdés. Mi az a dolog a feladatlistámon, amit hogyha elvégzek, akkor az összes többi dolog megoldódik, vagy egyszerűbb lesz, vagy egyszerűen kitörölhetem. Pontosan ez, ennyi a lényeg, hogyha egy valami, a legfontosabb tevékenységet meg tudjuk oldani, akkor az az összes többit irrelevánssá teszi, vagy pedig sokkal könnyebbé tudja tenni. Merjünk a nagy dolgokra fókuszálni, még hogyha ez azt is jelenti, hogy a mindennapi kis apróságokat el kell engednünk és kizárjuk az életünkből. Igen, rád gondolok, aki egész nap binge-watchol meg hülye játékokkal játszik. Például megnézhetjük azt, hogyha egy dolgot megváltoztatunk, akkor az az adott problémát pozitív vagy negatív irányba viszi el, jobb vagy rossz helyzetbe kerülünk tőle. Remélem már sokan ismertek a 5 Minute Journal-t, a kedvenc kis naplós appomat, ha nem, akkor a leírásban ott van a linkje, nézzétek meg. A lényeg, hogy reggel és este is tesz fel pár kérdést, és az esti kérdésekhez tegyétek hozzá, hogy töltöttem a mai napot, földi egeret vagy antilopot kergettem. Nem mindig kell, hogy nehéz legyen. Hadd ismételjem meg. Nem mindennek kell nehéznek lennie.
Nem tudom, hogy hallottatok-e már az aszimmetrikus kockázatról, de ugyanez az elv. Hogyan tudom a profitomat úgy maximalizálni, hogy közben a kockázatomat minimalizálom? Oldjuk meg a legegyszerűbb, legkönnyebb és a legértékadóbb problémát. Igazából oldjuk meg a legkönnyebb problémát. Hogy ezt megtegyük, fókuszáljunk két dologra. Csináljunk az életünkben lévő feladatokra egy 80-20-as elemzést, és tegyük melléjük a könnyűt, mint kritérium. Hogyha megvan a lista, akkor a kérdés az, hogy ezek közül a nagy értéket adó aktivitások, tevékenységek közül melyek mennek nekem a legkönnyebben? Ha belegondolunk, az egész karrierünket, sőt az egész életünket köré tudjuk építeni egy jól elvégzett 80-20-as elemzésnek, és hogyha a jó kérdéseket tesszük fel. Arisztotelész gondolataival élve, egy művelt embernek az ismérve, hogyha mindenféle előítélet nélkül tudja a gondolatokat befogadni. Ha még ezt is látod, az csak egyet jelenthet, hogy végignézted a vlogomat, és ezt nagyon szépen köszönöm. Hogyha most találkoztunk először, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra és mellette a csengőre is, így biztosan nem fogsz lemaradni a következő epizódokról, valamint hogyha nem tudsz heteket várni, mert ugye minden héten jön ki egy új adás, akkor menj át Instagramra és kövess be ott is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!